Hatalmas öröm és büszkeség érte a KTE-t Marco Rossi keddi keret hirdetése után, amikor is kiderült, hogy 2 éven belül a 4. játékos került be a nemzeti csapatba. Nikicser Tamás újoncként szerepel a szövetségi kapitány együttesében. A fiatal középpályást váratlanul érte a hír, melyet a teljes gárda újongva fogadott. Azt kell tudni Kecskemétről, szerintem ezt mindenki mondja, hogy ez egy elképesztően összetartó közösség. Szóval itt tényleg ennél jobban nem is fogadhatták volna, mindenki gratulál, tényleg mindenki a sajátjának érezte, ami teljesen jogos is, mert nélkülük és a stáb nélkül, klub nélkül ez nem jöhetett volna össze. Mégiscsak itt váltam NB1-es labdarúgóvá, és tényleg itt kaptam meg azt a lehetőséget, amire szerintem minden gyerek vágyik, hogy egyszer felnőttként bemutatkozhasson az első osztályban. Tényleg minden bíztatás, mindent kaptam itt, amit tényleg játékos kaphat, ez akár szakmailag, de én még tényleg úgy is gondolom, hogy én mindig fejlődni szeretnék. Sőt, rengeteget is kell fejlődnöm, és soha nem vagyok elégedett magammal, de nem is lehetek, mert tényleg úgy vagyok vele, hogyha még többet dolgozok, akkor tényleg új kapuk nyílhatnak ki. Az elmúlt 1 év nagyon nehéz volt a fiatal játékos számára, ugyanis szinte napra pontosan 1 évvel ezelőtt volt a keresztszalag szakadása. A sérülésre szokták mondani, hogy az soha nem jön jókor, de pont most beszéltük menyasszonyommal, hogy napra pontosan tudom mondani, talán 1 éve ilyenkor cserélte a kötést a lábamon. Szóval ez tényleg egy olyan dolog, amit nem tudok elmondani, hogy ez mit jelent nekem és hogy mit érzek. Nyilván próbálom minden pillanatát megélni, de még egy kicsit föl kell fognom a történteket. Én nem gondoltam erre soha úgy, hogy ez nehéz. Én szerintem az életben azért édesanyámból adódóan is nyilván egészségügyben dolgozik, ennél vannak sokkal nehezebb dolgok a sportban, a sérülés az mindig benne van, ezzel nem is foglalkoztam akkor, és nyilván egyből úgy reagáltam rá, hogy amit lehet, ebből jöjjek ki erősebben. Szóval tényleg itt csak azt tudom mondani, hogy próbálom megélni minden pillanatát, és nem úgy visszagondolva rá, hogy nehéz karrierem volt, hanem minden úgy történt, ahogy történnie kellett. Debrecenbe töltöttem 4 évet, utána kerültem Makóra. Ott is egy nagyon jó közösség volt épülőben, és nyilván a fejlődésem szempontjából én mindig azt gondolom, hogy valamikor egyet hátra kell lépni, hogy utána előre tudjál lépni. Ez egy nagyon jó döntés volt a részemről, és utána nyilván elkerültem Pécsre, ahol szintén egy szép évet töltöttem, és tudtam úgy építeni magamat, hogy később a KTE is felfigyeljen rám, és megvásároljon, és utána nyilván itt meg tényleg egy olyan klubfilozófia van, akár a stáb, akár a tulajdonos részéről, hogy itt elkerülhetetlen, hogyha az ember szeretne, akkor fejlődni is fog. Marco Rossi kedden 13 órás kezdéssel állt a sajtó nyilvánossága elé, hogy ismertesse a Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő válogatott névsorát. A keretben először kapott helyet középpályásunk Nikicser Tamás, akit személyesen is megnézett már a szövetségi kapitánya közelmúltban, most pedig meghívót is küldött neki. Nikicser Tamás 2 éven belül már a 4. KTE játékos a válogatott keretben, korábban Szalai Gábor, Szuhodovszki Soma és Horváth Krisztofer is újoncként került be klubunktól a nemzeti csapatba, utóbbi 2 be is mutatkozott már. Őket megelőzően csak Tököli Attila képviselte a kecskeméti színeket még 2011-ben. A magyar válogatott 2 mérkőzésen lép pályára a Nemzetek Ligájában, szeptember 7-én Németországban, majd 10-én a Puskás Arénában Bosznia-Hercegovina ellen. Mindkét mérkőzés 20:45-kor kezdődik.